A gyaloglás igazán különleges szakága az atlétikának. Speciális szabályai miatt több versenybíró, azaz a tornából ismert kifejezéssel stílusbíró figyeli a futamokat, mint a többi versenyszám esetén. Ami a futástól megkülönbözteti, hogy mindig a talajon kell lenni az egyik lábnak, tehát nincs repülőfázis, mint a futásnál, és a másik pedig, hogy nyújtva kell tenni a térdet, és a függőleges pozícióig nyújtva kell maradni a térdnek, tehát az előlevő térdnek. Ugye ez a kettő dolog, amire figyelnek a versenybírók, a gyaloglóbírók, ezért ez egy különleges szám a gyaloglás az atlétikán belül is. 9. alkalommal emlékeztek a hajdani gyalogló rattesnevelő tanára és sporttörténészre, Merz Robertre, de ezúttal nem Pécs-Vasason, hanem a PVSK sporttelepen. A gyaloglóverseny keretében ugyanis idén az országos utánpótlás csapatbajnokságot is megrendezték. A 3 kilométeres mezőnyben Vancsó Enikőért elsőként a célba. Ez a legjobb időm most, és hát megvan az aranyjelvény is, úgyhogy örülök nagyon. Jövő ősszel jubilál a Merz Robert emlékverseny, hiszen 10. alkalommal rendezik majd meg, de akkor már újra utcai versenyként Pécs-Vasason. Ez egy utcai verseny volt mindig, igen, hát Vasason, hát ugye Robi bácsi az ott kezdte a testnevelő tanári pályafutását, és azért hát találtuk ki ezt a versenyt ő rá emlékezve. Egyébként az özvegye most is itt van a verseny minden évben kijön, pedig most már nagyon nehezen jár. Az immár hagyományos nemzetközi gyaloglóversenyre szívesen hazalátogatnak pécsi származású olimpikonok is. Sörp Miklós abbahagyta a versenyzést, és mostani egyesülete a Budapesti Honvéd gyalogló edzője lett. Úgy gondolom, hogy azért az EB-n elért sikerek. Madarász Viki ugye bronzérmes lett 35 kilométeren, talán egy kicsit elmozdítja a gyaloglás felé is a fiatalokat. Reméljük, hogy ez újra egy vonzó szakága lesz az atlétikának. A gyaloglók számára az idei szezon ezzel a versennyel véget ért.